Kürti Béla 1915. november 10-én született 60-ban. Már középiskolában az önképzőkör, sportkör és a cserkész csapat vezetője lett. Az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán végezte el a Magyar Irodalom Történelem testnevelés szakot. A főiskola elvégzése után az akkori kultuszminiszter a Ceglédi Állami Polgári Fiúiskolához osztotta be, mint próbaszolgálattal megbízott óraadó helyettes tanárt. Itt mind a három tantárgyat tanította, irodalmat, történelmet és testnevelést egyaránt. 1950. december 12-én útjára indított egy Cegléden eddig ismeretlen sportágat, a szertornát, a Ceglédi Építők sportkörének keretében. 1964-ben elnyerték a legszebb kitüntetést, Magyarország legjobban nevelő tornaszakosztálya büszke címet. 1957-ben újabb felkérést kapott, meghívták a Kossuth gimnáziumba a leányok testnevelésének oktatására. Két év múlva már a testnevelési főiskola gyakorlatilag vezető tanára lett. Hamarosan a középiskolás tanítványaival 5. helyen végeztek az országos középiskolás tornászbajnokságon. 1968-ban a gimnázium közgazdasági tagozata levált és önálló iskolaként folytatta munkáját. Kürti Béla a jobb testnevelési lehetőségek érdekében átment az új iskolába, onnan ment nyugdíjba 1976-ban. Helytörténeti kutatásokba kezdett, a város művelődés történetének ismeretlen területeit tárta föl. 1978. december 12-én néhány sportemberrel összefogva megalakította a Ceglédi Sporttörténeti Bizottságot. Hosszú pályája során rengeteg dicséretben, jutalomban és kitüntetésben volt része. Sok egyéb más mellett átvehette Cegléd díszpolgári címét és a Magyar Köztársaság aranyérdem keresztjét, valamint a MOB érdemérem kitüntetést is. Kürti Béla elévülhetetlen sikereket ért el tanítványaival, tornászbajnokokat nevelt, és nagyon sokat tett azért, hogy a tornát, a rendszeres mozgást megszeretesse a város fiataljaival. Legenda, példakép, aki a ceglédi sport és társadalmi élet kiemelkedő alakjává vált, pedagógusként, edzőként, sport és helytörténészként is. Kürti Béla február 26-án életének 103. évében hunyt el.